Breaking news. Igen, tehát... Van egy asztalos déván, ahol kőmíves kelemen is működött. Barátomat ezt az asztalos még nem falaszták be oda a dévai várba, de ennek az asztalos barátunknak van egy rádióstúdiója, és most már egyre többen hallgatják, viszont nem elegen. Iratkozzatok föl az Artisan Blues rádió csatornájára, és ha megteszitek, akkor nem fogtok csalódni, és én vagyok a garancia arra, hogy még napi híreket is fogtok hallani, ha feliratkoztok. Ilyet én még nem hallottam, és nekem nagyon tetszik. Már Szerbiából, a délvidékről, a felvidékről és Erdélyből már jó néhányan megkerestek azóta, mióta decemberben kitettem a felhívásomat, egy organikus, szabad média hálózatnak az elindításához, amivel fiatalokat fogunk inspirálni. Egy gyors kérdésem van felétek, drága fiatal nézőim. Szeretnétek-e mosogatás helyett, Londonban menekülés helyett, vagy egyéb európai országban menekülés helyett megtanulni filmezni, először a mobiltelefonokkal, és esetleg fölépíteni velem együtt egy olyan hálózatot, egy olyan organikusan felépülő hálózatot itt Erdélyben, vagy a felvidéken, vagy akár a délvidéken, ahol ti lennétek a főszereplők a kis garázsstúdióitokkal, és így ezzel még esetleg pénzt is tudnátok keresni, hogy a helyi vállalkozásokat is segíthessétek, ti meg a reklámbevételt kapnátok meg. Nagy hír az, hogy végre a másik oldalon is belendültek emberek, és mindjárt jönnek a személyes találkozások tavasszal, márciusban, és bizony el fogunk indulni, úgyhogy járni fogom megint az elcsatolt területeket, mind a délvidéken, mind a felvidéken, sőt Erdélyben is, onnan is írtak, és bizony még Magyarország különböző tájairól is írtatok nekem, úgyhogy az anyaországnak a területét sem fogom elfelejteni. Ha valaki akar engem támogatni benzinköltségben, azt az ismert módon már megtehetitek. Ez a gyors bejelentkezés most azért készült, hogy jelezzek felétek, hogy bizony, ha megteszük az első lépést, akkor már csak időkérdése, és megjelenik a mind a szellemi, mind a fizikai világokból a válasz. És ezzel nekem is erőt adtok, és én is próbálok erőt adni nektek, mert még most is úgy látom, hogy hetente közel 150 ezeren nézegetitek a dolgaimat, ami nagy szám, nagy felelősség, de ugye egyedül nem megy egy bizonyos ponton túl. Kapcsolódjunk, figyeljetek a híreimet, illetve iratkozzatok fel az asztalos barátom, a dévai Artisan Blues rádió stúdiójának a üzemeltetőihez, tulajdonosához, hogy minél több szabad és érdekes információt hallgathassatok. És nem sokára, március elején onnan is be fogok jelentkezni, nem csak délvidékről és a többi területről, ahogy mondtam már, de addig ugye egy-két dolgot el kell intézzek, amit az előző, legutóbbi videómban elmeséltem nektek, megosztottam veletek, de addig is nyugodtan írjatok nekem, mindenkinek ígérem válaszolni fogok, és hajrá! Sziasztok! Nekik folyton kell az önigazolás, ezért mantrázzák, hogy kik ők. Mi, akik ide születtünk, ezzel élünk. Hogy pupa hátunkon vagy immunerősítő vírus a helyzet, ki tudja. Az értelmiségi, hiába várunk tőlünk annyira sokat, mindig ide vagy oda lavírozik, még a magyar is. Néha ír egy kétértelmű verset, aztán elvárja, hogy nemzetmentőként nézzünk rá, holott gyakorlatilag minden kitartás a mindennapos melósokra marad. Az a baj, hogy a magyar politika is fordítva gondolkodik. Azt hiszi, ha felújítat egy templomtornyot, attól több híve lesz, holott az élet lehetőségeket kellett volna javítani, hogy majd legyen, aki templomot javít. És lenne még egy remény, ha ez csak valami félreértés miatt lenne, de sajnos úgy látom, hogy ez tudatos politika. Persze, hogy irritálja a románokat a magyar pénzű templom felújítás,
meg sportegyesületek támogatása, mert azoknak van országvilágra szóló súlyuk. Ez a labdadobogatás tudatosan zajlik, mindkét fél szinte kéjelegve generálja ezeket, van ok a világcirkuszra. És mindeközben egyre több fiatal vándorol külföldre. És erre a jelenségre úgy tekint a jelenlegi politikai fősodor, mintha ezzel csak kiveszne a nemzet férgese. De sajnos csak a jók mennek el. Ha ugyanazt a pénzt, amit tornyokba raktak, helyi vállalkozóknak építettek volna üzletházakat, megnőtt volna a magyar kisvállalkozók száma. És nem lett volna sokat mi háborogjanak a románok sem. Megjegyzem, egyéni, szubjektív, saját vélemény egy olyantól, aki ebben a közegben nőtt fel és gondolkodik. Kós Károlyból indulnék ki, aki megértette, hogy nekünk erdélyi magyaroknak nincs más utunk, mint békében élni a románsággal. Ezek a nagypofájú dolgok lezajlanak, addig tartanak, amíg a sörpénz, aztán marad a hétköznapi meló, ahova kell az igazi kitartás. Ha van, amitől a románnak rettegnie kell, az a magyar szorgalom, munkabírás és leleményesség. Én ebbe fektetnék, mi magyar politikus, nem templomokba. Bocsa, csak kotyogás a gondolatom.